Sziasztok! Folytatjuk is ott, ahol abba hagytuk, avagy ottnan, ahol Charlie, hát benne égett, vagy nem égett, benne valami történt vele ebben a gyönyörű helyben. Itt. És elment a kép. Mondom, még egyszer nem láttuk Charlie-t meghalni, csak üvöltözni láttuk. Úgyhogy bármi megtörténhet. Ők azt hiszik, hogy meghalt, ugye? És most nagyon szomorúak. Elkeseredettek, és megmenthettem volna. Mi? Hogyan? Hogyan menthetted volna meg? What the fuck? Wait. You hear that? Yeah. From down there. What if it's Aaron? No way. Damn it. It's another trap. It's the only way out of here. So we're going to find out. Mhm. Megint Jamie-vel vagyunk. Minden bezárult mögöttünk szokás szerint, úgyhogy oda vezet minket a gyilkos háztulajdonos, vagy hoteltulajdonos, ahova akar. Is this a good idea? I don't see any other options. Hát ez az. Ne beszélj hülyeségeket, Kate. Ez nem jó ötlet, hanem az egyetlen ötlet. Nem az a kérdés, hogy ez most jó vagy rossz, hanem az, hogy megyünk, az kész. Hát itt nincs olyan opció, hogy nem megyünk. Fúj, undorító. Hova megyünk? Where the hell are we? Hát, én is ezt kérdezem, hogy hol a pokolba vagyunk. Nem mondom, teljesen meghalnék már itt, azért nem félek át ekkora réseken, könyörgöm. Sosincs nagy darab játékos ebben, ezekben a játékokban, sosincs. Úgyhogy innen üzenem a készítőknek. Sosem fogja érni hozzájuk persze, de azért na, csak elmondom, legyen már egy pufi játékos is mindig. Az úgy vicces tudna lenni. Mark, takarodj az utamból. Kösz. Nem csak azért sem. Fogod a kis vakutat, azt útban vagy, nem érted? Menj már innen el. Ez itt egy... Mi ez itt? Egy öltöző? Keep looking around. Köszönöm, Mark, ez nagyon bölcs tanács. Nézegessünk továbbra is körül. Crouch, az X. Itt meg véres a padló. De legugoltunk és átjutottunk az öltözőből a zuhanyzóba. Ez teljesen normális, de inkább azon az ajtón keresztül kell tudna jönni, na mindegy. Szerintem eljutunk egy olyan helyre, ahonnan instruálni tudjuk majd Elit. Vagy hogy Erint, bocsánat. Columbus Spa. Spa. This is Laura at reception. The Columbus Spa is now open for guests. Mi? We treat each and every one of our guests like a real work of art. Son of a bitch. He's watching us. Gratulálok, Kate. Gratulálok, tényleg. Azt mondja, figyel minket. Hogy erre hogyan jött rá, azt nem tudom. De magától sikerült neki. Nem mondta neki senki, hogy figyelnek minket, és azért nyílik ki minden ajtó előttünk, és záródik be minden ajtó mögöttünk, mert van, aki tudja, hogy hol vagyunk. Nem, ő erre magától jött rá. Egyedül. Egyedül. Majd meg visszamegyek, hát van ott valami. Nem vagyunk ott semmit. Van valami? Nincs. Pedig tettem volna ide egy érmét, hogyha én lettem volna az, aki kitalálja, hogy hol legyenek az érmék. Nem én vagyok az. Itt olvashattuk abban a naplóban, amit Charlie-val olvastunk, hogy a munkások eltűntek, meg elkezdték felújítani ezt a részt, de aztán... Hoppá! Hát te ki vagy? Jesse Clark. Benne volt az üzenetek között, hogy Jesse eltűnt. Tehát, ha ez nem lett volna elég, egy fénykép, a neve és a beosztása, akkor rájöttek a kártya hátuljára is a nevét.
hogy így aztán biztosak lehessünk benne, hogy ő Jesse Clark. És visszatehessük a kártyát oda, ahol találtuk. Erre kell menni? Hát nem tudom, öregem, én is most vagyok itt először. Hülyéskedj el. Erre nem lehet fölmenni, úgyhogy minek menjünk erre. Be se engedett a játék. Akartam volt mondani, hogy szerintem föl kell mászni ott, és akkor jó lesz. De már talán nem tudok kijönni. De följövünk. Gyerünk. Az. Elég furán kezdték azért ezt a felújítást, de mindegy. Lényeg, hogy elkezdték. Hát igen, abban igazad van, hogy annak semmi értelme, hogy csak egy helyben álljunk, úgyhogy átugorjuk ezt a csodálatosan nagy lyukat. Föl nem tudunk menni a lépcsőn, csak és kizárólag a fürdőbe tudunk menni. Hát jó. Jesus! Mi van? Megjelent a megváltó? Mi, hülye vagy? Belerúg valamibe, azt mondja, Jesus, hát nem, könyörgöm. Elutasd a vascsövet, ezt nem lesz olyan hangja, amitől félsz. Na, hát itt van valami. Valaki ezt így pedánsan lerakta a sarokba. Odafigyelve rá, hogy ugye az egyenőszáru háromszögeknek megfelelően ez is nagyon szépen ott legyen, ahol kell. A boiler szobának összeomlott a plafonja. Azért, mert túl nagy volt a nyomás a mosodából. Aha. Hát és ez elég egy kárt okozott. De sajnálatos mondani, ez miatt le kellett zárni a fürdőt, úgyhogy addig, amíg meg nem lehet javítani, ami akár hónapokba is telhet. Minden vendéget erről értesítettünk, és kértük, hogy hagyják el a szobáikat még ma este. 350 000 dollár a strukturális javítás, a boilernek 150 000 dollárba kerül a javítás, a dekoráció pedig 80 000, viszont ezt nem tudjuk kifizetni. Szembe világítok, ne nézzé, ki vagy, aki nézett a túloldalról. There must be something useful around here. Csak van itt valami hasznos, azt mondja. Hát, egyelőre nem látom. De biztos van. Ha ő mondja, akkor biztos van. Végre ő felel a fényekért, úgyhogy kell lennie. Na. Felborított székek. Longy. Hát valóban nem tett jót a plafonnak ez a beázás, az extrém szintű beázás. A plafonnak sem. This way? Mark, komolyan szeretnéd, hogyha pofán rúgnálak? Simi. Hát hányszor kell mennyi, hogy háromszor megnyomtam az X-et, mielőtt kiírta, hogy Simi, de csak akkor megy, hogyha kiírja, hogy Simi. Addig nem akarjak menni, amíg nem írja oda, hogy Simi. Addig ne jöjjek rá, hogy arra kell menni. No. Szóval, itt sem rejtettek el sehol egy érmét, hát akkor akkor menjünk föl. Ezen a lépcsőn már fel lehet menni. Jó, ezt remélem még többször el fogod mondani. Találkozunk a recepciónál. Mindenki legyen ott, és akkor ez megzárva van a manóba. És már beáll az egyetlen olyan részbe, amin ki tudok menni.
See that? The lobby sign? Where do you think that leads? Ez most komoly. Kate megkérdezte, hogy látod ezt? A lobby feliratot? Igen, igen. Szerinted hova vezet? Hova az anyámba vezetne? Hát a lobbiba. Nem azért írják emberek az ajtó fölé, hogy lobby, mert hogy szavazatokat akarnak gyűjteni, vagy ilyesmi, hanem... Márk, engedj már tovább. Nem engednek ki. Nem értitek? Nem engednek ki. Beakadtam közéjük. Ez komoly. Na jó reggelt. Nyissuk ki. I'll see if I can get this open. You guys keep looking for another way out. Na, a kalapos bácsi itt van mögöttünk. Két megnézi, hogy ki tudja nyitni. Ezt úgy teszi, hogy áll egy helyben. Ön átférek köztük? Igen. Jó. Na, hát akkor itt átmegyünk, és nem jövünk vissza soha már. Ugye ezt jelzi. Ez a sok nyilacska. Ők már akkor ezek szerint ketten mennek csak tovább. 3, 2, 1, go! Okay. It's a trap. What happened? Szerintem mi történt? We'll get back to you. Stay there. Just hurry! Siessetek, azt mondja. That hurt. Éppen leestünk egy olyan helyre, ahol soha nem jártunk még. Ő meg azon aggódik, hogy egyedül maradt szegény. Ez a gőzfürdő. Leestünk a gőzfürdőbe. Az nagyon jó. MC gőz. Így nyomja. Remekül néz ki a hely. Ez a csapóajtó különösen. Itt estünk le. Na hát akkor húzunk innen minél messzebb, nem? Erre is lehet menni, de először elmegyünk erre. Megnézzük, van erre valami kincs, ami nincs. Aha, hát még szép. Még szép, egy újabb névjegykártya. Grantham Dumet, építkező, vagy mi, építő. Hát, tudja. Megvan 3 az 5-ből. Wow. Hidroterápia. Avagy belucsolnak vízzel. Na most már mehetünk tovább. Az ott egy madár? Az ott egy madár. De miért jön be ide egy madár? Meg hogy? De ha bejön egy madár... Édesanyukádat, hát hülye vagy. Szóval ha bejön egy madár... Gyerekek, egyébként, hogyha végig a kurátor volt a gyilkos, akkor... Akkor az nagyon durva lesz. Akkor csúnyákat fogok mondani, lehet. Ja, bemehetünk a hidroterápiába. De még nem szeretnék. Innen jöttünk. Igen, nyilvánvaló. Tudtam előre. Itt van. Kis raktár. Nem is olyan kicsi. Ó, hogy szakadna rád egy mázsaszalad. Ez egy akasztott munkás embernek a bábúja. Még egy érme. Nagyon jók vagyunk az érme találásban. Ez egy 10-es tért, ez az érme. Ide egyáltalán nem kellett volna eljönni. Ha-ha-ha. Nagyon jó. Na nézzük ezt meg. Ő kicsoda. Frank. Frank Hahnemann. A mérnök. Ő a 10-es számot kapta. Az előző csávó volt a 11-es. Arra emlékszem, csak nem tudtam, hogy jelentősége van a számoknak. De hogy most ez tényleg egy hulla itt,
és aszalódik. Ez egy bábú. Ha. Na jó, hát nem találtunk itt mást ezeken kívül, de akkor megvan a munkás csapatnak a két tagja már. Menjek a hidroterápiára, vagy menjek Markhoz? Ja, ott föl lehet menni, jó. De egyelőre még körülnézünk itt lent. Elég nagy a kupi, hogy nem mondjak, és nem tudom, hogy melyik vagyok szuszog ilyen durván, de abba hagyhatná. Jamie az, ahogy hallom, mert... Még egy. Laura Murphy. A 9-es számú. Megyünk vissza 11-től. Egyesével. Eddig megvolt mindegyikük. Nem tudom, hogy magasabb számtól kellett volna indulni, de... Vagy hogy hányan voltak a munkások összesen egyáltalán, de... Most eddig hármat már találtunk. Illetve megint egy darab papír van a földön. Nézzük, mi ez. Jesse. Azonnali hatállyal felmondok. Mire ezt elolvasod, már nem vagyok a szigeten. Ne gyere, ne keres. Végeztem. Elegem van. Mónika. És ezt nyilván visszarakjuk a földre. Hát ez... Ezt így kell. Mónika el akarta hagyni a szigetet, de valószínűleg esélye sem volt rá. Jó, hát akkor már csak egy helyre mehetünk, az pedig a fölfelé. Itt van a Refi, itt van Mark, itt az utunk fölfelé. Természetesen figyelnek minket. Ez nem is kérdés. Az igen. Mondjuk Mark fölhúzta Jamie-nél. Maradjunk közel egymáshoz, ez csak természetes. What the fuck just happened? Jó van akkor. Ez is zárva van. Szia Mark, örülök, hogy itt vagy. Persze, majd ott át kell egyensúlyozni, meg minden lesz itt. Ó, de jó. Hát akkor... Igen, igen. Kell, hogy legyen egy kiút. Hát persze, hogy kell, hogy legyen egy kiút. Hát nem úgy építettek meg egy ilyen útvesztőt, hogy ne legyen kiút. Nem igaz. Biztos nem úgy. Na nézzük. Megint nem erre kellett volna jönni, de azért találtunk egy érmét. Ez most csak egyet ért, de megtaláltuk. Az a lényeg. Na, akkor följutunk, mégpedig azokra a ládákon, vagy mi ez? Megmondják ezt, raklapokon, itt. Láttam már, hogy itt vannak a raklapok. Csak körülnéztem mégis, hát ha szemléletem sikerrel járt. Jump! Ott van valami csillivilli a túloldalon. Azt kéne elérni. Na jó, ne essünk le, oké? Okay? Ez a terv. Balansz. There must be something useful around here.
Biztos van valami hasznos errefelé. Hát biztos, biztos, te vagy az a hasznos, nem érted? Neked kell ezt megoldani. Ugorjunk le, aztán mászok föl. Sok más hasznos nincs itt, tehát hogy átmásztunk ezen a falon. Csak ilyen bábuk vannak, és nem tudom kimenni még a sarokba sem, úgyhogy csak és kizárólag azt lehet, hogy szemből, szigorúan szemből, nem oldalról, megmásszuk ezt a raklaphalmot megint. És megyünk tovább. Simi, simi. Már kiírta, hogy simizhetek, úgyhogy simizek. Márknak nagyon jó tanácsai vannak. Nézegessünk még. Mindenképpen nézzünk még körbe azért na. Én takarodnék innen, el nem pedig nézelődnék, de mindegy. Ide se jövünk vissza többé. Mark! Give me a hand moving this shit! Let's move this shit! Na! Jó van. Jók vagyunk. Jók vagyunk. Én visszakapcsolnám a lámpát, nem? Tehát, hogy így... És Márk is visszakapcsolja a piros fényét. Jó. Ez nem interaktálható az az ajtó. Ha. Ja, itt vagyunk a felakasztott ember fölött. Értem. És meg is lepődhetnék, hogyha nem jártam volna már ott. Ami a titkos hely volt, de jártam ott. Aha. Még szerintem Google-val is elfért volna alatta, de... Egy. És még nem jutottunk el oda, amikor Erinnel rádiózunk. Valami izén áll, és hogyha lelép róla a nyomásérzékelős cuccról, akkor valami van. Nem tudom mi van, de valami van. Megnézzük a fiókos szekrényt, nem nézzük meg a fiókos szekrényt. Hát csak szimplán megyünk a lobbiba. Nem. Jó, megnyomom a gombot. Mindenki azt akar, hogy nyomjam a gombot, megnyomom. What is this? Is it some sort of message? He's trying to scare us. Hát egy kulcs. Na, akkor nyertünk vele valamit. Legalábbis remélem, hogy nem fog beindulni ez a szar. Minek a kulcsát nyertük meg? Remélem a lobby kulcsát. Spa Master. Bármit ki tudunk nyitni ezzel a kulcssal a fürdőben? Hát ez fantasztikus, a mester kulcs a fürdőhöz. Nagyon jó. Nagyon jó. I am the Spa Master. Más nincs itt, más nem is tudunk megvizsgálni. Ilyen érdekes szerkentyű pedig. Na jó. Megvan a mester kulcs. Tök jó. Ez mondjuk nem árt, ha megvan. Kicsit tudunk menni, hogyha nincs nálunk. Azt hittem legalább ez az ajtó nem lesz zárva. És majd a későbbi helyszínen kell. Hey, köcsög! Katie! Hey! Hey, Kate! Ja, várjál! Hát, ha van valami. Meg amúgy is.
két nem annyira szimpi, úgyhogy esetleg történne vele valami, akkor nem lennék szomorú. Még egy érm, egy halálfejes ráadásul. Ötöt ért. Továbbra is figyelnek minket. És ha visszamehetünk kéthez. Vagy nem. Mindegy. De miért nem kiabálunk át? Két, itt vagyunk. Nem. Ezek szerint ennek a túloldalán van ugye, amit nem tudtunk kinyitni szintén. Igen. Na itt van valahol a lobby felirati jobbra, és akkor bal, mindegy, szóval van Mark, here. Let's move the desk. És hogyha eltoljuk innen az íróasztalt, akkor... Mark? Jamie? Here. Kate. We're okay. Itt vagyunk. Ne aggódj. We're okay. Thank God. Hadd ölellek meg. We found a key. Let's get out of here. Megtaláltuk a mesterkulcsot. Ami azért volt ott, hogy találjuk meg. Szóval... Hello. Hello. Hear that? Ti is halljátok, mert én nem? This way. Nem tudom, mire gondolt itt a költő. Mint hogy akkor sem tudom, mire gondolt. 181. Oh-oh. Nem 180-on volt még, amikor legutóbb néztük. Charlie lett volna a 181-edik, akkor mégis meghalt. Manóba. Get away from me! Ott várta. Ott várta. Ez hihetetlen. Ne, hát ne oda menj be, te idióta. Ez hülye. Értem én, hogy menekül. De hogy... Ezek befut a másikba. Hát tökön szúrom magam. Get me the fuck out of here! Kate! A vagy B. They're both locked. Shit. Oh, gratulálok, mind a ketten be vannak zárva. What was that? Húha. I can't. Szippantják. These windows are welded in place. He fucking wants us to watch. Wait, look. Regulator switch. Will that give them air? No. Not both of them. It's sucking out all the air. Whoever we point this lever at is gonna die. What? Hmm. Do something! He wants to choose, doesn't he? Oh my God. Na hát ez így erős. If we don't do something, both of them will die, Mark. Jamie, please. I don't want to die. I don't want to die. Please help me. Egyre durvább a helyzet. Now! Hát nem nehéz a választás.
No! We had to do something! They were both gonna die! Thank you! Thank you! No. No, 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 no. No, Kate! Szia, Kate. No. Szerel az ablak. There's a leak. Back up. Nem áll, hát esélye sincs. Még a végén megmenekül. Beszarok. És áttolja mindjárt. Mark megmenti az életét, és még jobb lesz a helyzet. Ez az. Gyere ki. Come on, I got you. Ó, gyerekek. Okay. Hát ez nem hiszem el. Okay. Még direkt se lehet kinyírni ezt a csajt. Kate. You okay? Ez az. She's okay. Istenem. Megöltél volna te szemét. What is happening? Ez zseniális. Dumet is playing a game. And it's no fucking joke. Jaj. Dumet csak játszik velünk. Just leave me alone. Hagyja békén. De miért? Look. We have to get smart about this before one of us ends up dead like Charlie. Wait. Charlie's dead? Then he got what was coming to him. What? What the hell does that mean? When I was lost, I picked up a recording. It was Charlie talking to Dumet. Ja, most elmondja, hogy mit talált. He said he wanted us dead. He brought us here to kill us. No. There's just no way. I know what I heard. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We can make guesses all day, but if we die here, it won't matter. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. We play his games, we'll lose. We need to outthink him. He's trying to pick us off one at a time. We need to stick together. Hang on. Várja. Ő could be listening to us right now. Hát persze, hogy figyel minket. Where should we go? Back to the ferry. It left, remember? It's on a line, maybe we could reel it in. Maybe isn't good enough. The lighthouse. Maybe we can signal for help. There's police boats patrolling the lakes, right? All the way out here? Lighthouses are meant to be seen for miles. He's probably got it rigged with traps. Then we gotta be really fucking careful. It's our best shot. Are you shooting any of us? No one is gonna believe it without proof. You want me to record him trying to kill us? And the bodies? For the cops. Hear that? The walls are moving again. Én mozognak a falak. Kate, hang on. We need to stay close. Shit! Kate! Hang on! Bocsánat. Wait, no. Hogy leesett? Mit szarok? Istenem. De mindig szerencsétlen. Fekafiú. Nem bírom. Azt hittem zét vágja a magyar óvét, erre fönnök ad a kamerája. Ah, valószínűleg nem odajutottunk, ahova kellett volna ennek köszönhetően. Kiestünk a csúszdából még mielőtt vége lett volna. Asszus kulcs. Ennyit a fényképezőgépről. Majd nagyon forró víz, mindegy, beleesett a fényképezőgép.
Annyira röhögtem ezen a csávon, hogy leesett itt, hogy elvesztettük a fényképezőgépet. Hát ez ilyen. De a vakúja még megvan. Az a lényeg. Dokumentálni nem tudjuk a dolgokat. Amit kikért tőlünk ugye odafön Jamie, hogy dokumentáljuk, mi történik velünk, mert különben senki nem fogja elhinni. Beléptem a tócsába és nem hagyok lábnyomot. Részletek, kedves fejlesztők, részletek. Ez az. Még egy érme. Ez is 10-et ért. Hop-hop. Senki nem olyan hülye, mint én, vagy nagyon kevesen olyan hülyék, mint én, hogy ilyen helyzetben érméket kereskélnek. De hát, én már csak ilyen vagyok. Na nézzük, mi van még. Kuka, csomagok. Csomagok. Ezek más emberek csomagjai, én nem bontom fel őket. Jó, hát ha lenne benne valami, mi segít, de nem. Nem bonthatjuk fel őket. Isuki, még nem Isuki, mi nem vizsgáltunk itt még mindent. Na már legalább normális tempóba tud futni. De jó, hogy nem nyitottam ki azt az ajtót. Fú, de jó, hogy nem nyitottam ki azt az ajtót. Kalapos bácsi karjai közé rohantam volna vele is. De mivel nem hagyunk vízes lábnyomot a földön, ezért a kalapos bácsi nem tudja meg, hogy itt vagyunk a dobozok mögött. Azt a rohadt. Na jó. Szóval, hogyha átmentem volna az ajtón, akkor valószínűleg már nem élnék annyira nagyon, mint most. Mint a lekötözős asztalok. Szuper. Aha. Elővesszük a botunkat. És lepiszkáljuk vele az objektívet. Not good without a camera. Hát ez az, amit most már nem tudunk rácsavarni semmire sem. Pedig gondolom sokat segített volna, hogyha messzire el tudunk fotózni vele. Basszus. Mindegy. Csak rövid ment el. Nyilván nem megyünk utána, de akkor elmegyünk arra, merről ő jött. Mert már itt van az ajtó. Itt hagyta. És felelőtlen mindenségét neki. Visszajött a szemetje. Miért jött vissza? Hogy ez nem egy emberi kéz, hanem egy bábú keze. Közben végig rezeg a kontroller a kezemben, arra az ütemre, hogy nyomogatom az X-et. Nagyon jó érzés. Two, 93.
Én ezt felírom, hagyjak meg 7293. Ezt megint felírjuk. 7293. Itt nincs semmi és elveszett információ. Valahol ott kell lenni a végének is. Ja, hogy ezt tudjuk a vakuval. Vagy pirosan világít, vagy pedig villant egyet. Mindjárt megnézzük azt is, de előbb megnézzük ezt. Nem lehet megnézni ezt. Ez nem nyitható. Az asztalt nem lehet megtekinteni. A szerszámai nincsenek sehol. Megüledik kalapát, meg fűrészelt, az valahogy eltűnt. Úgyhogy megnézzük ezt itt. Bár 0028. Jó. Még jól jöhet, nem tudom, de milyen ne. Bár 0028. Sosem lehet tudni. Na. Akkor menjünk tovább, nem? Mondanám, hogy vicces, de nem az. Miért menjünk a gyilkos után? Mondj. 683. 6883. Ezt is felírjuk. Mindent felírunk. 6, 8, 8, 3. Valamire biztos jó lesz. Ez nagyon hasznos tudás lehet, nem? Még sok az a próbababa, hogy mi a figyfene, ami itt van. Szeretném megzörgetni ezeket a lógó lábakat, úgyhogy nézzük meg ezt. Meg nem mozdulj. Ó, milyen kosaras keze van a csávónak. Itt titok. Ez a levágott bal fül, nem? A gyilkos második áldozata. Abból származó levágott bal fül. Aha. Mik vannak? Meg a kivett fogak. Aha. Az durva. Az durva. Meglöktem. Ezt akartam elkerülni. Na jó. Ott jön. Jön. Kellemetlen lehet itt maszkban végig. Ilyenkor mit csinál? Teljesen normális így, igen. Jó, van akkor. Egy fúgós fej, drill bit. Miért vettük ezt föl? Mi fog csinálni? F-
fegyverré alakította a botját? Ja, értem. Hát jó. Ha már kameránk nincs, legalább fegyverünk legyen, nem igaz? Hát ez se egy bábú. Csak mondom. Érme, és már mindenhol érmék vannak. Ez is egy halálfejes. Plusz 10. 5. Kár. Na mindegy, azt is megtaláltuk. Megtalálunk minden érmét, hát jóságos ég. Sőt, premoníció, gyerünk! Jó. Ez itt azt mutatta, hogy valahol a stégen megint megfordítottuk Mark hulláját talán? Mert hogy ez a ruha volt rajta. Azon, akit forgatott. Kezdjük az elsővel. 7293. Felvétel, amit látott, az a baba. Uh-huh. Jó, és a következő a 6883. Nézzük, az mi volt. Kinek a karján volt ez? Ezek mi vagyunk? Értem. A kalapos szobornál volt, vagy a kalapos bábunál, amikor ugye megnéztük a kalapot, és felugrott belőle a cuccos, akkor is figyelt minket, és felvételeket készített. Issue date 89.6.27. FBI, Hector Monday. Special Agent Hector Monday. Mit keres itt a kártyája? És az a Classified Level 2-es dokumentum, ami ott hátul van, az nem elolvasható, hál' Istennek. Jó. A titkosított. Kettes szintű titkosítású dokumentum csak ugye. Mielőtt még bárki azt mondaná, hogy nem. FBI New Recruit, és onnan is ki van firkálva Hector Monday képe, hogy ne tudhassuk, hogy ki az. Feltudja, hogy ki az. Hát, hogy Charlie az. Nem Charlie az. Ez titokos, de itt van egy asztal kellős közepén. Psychological assessment conducted by Dr. Isabella Garcia. Patient name, Monday, Hector. Megfigyelték a viselkedését Hectornak. Hector arrived at our scheduled appointment 24 minutes late. Once we sat down and began the session, he struggled to maintain eye contact. He found it difficult to articulate his feelings and was terse and guarded throughout. Nehezen írta le az érzését, és végig zárkózott volt. Hector's been working long hours and as a result isn't sleeping well. Sokat dolgozik és nem alszik jól. Hector spoke about his recently deceased mother and displayed evidence that he hasn't yet fully come to terms with her death. Nem tette túl magát.
I strongly recommended a course of antidepressants, but he is resistant to this idea, believing that it would have a detrimental effect on his capability with regards to his current investigation. Hector describes his work in immaculate detail, and contrary to earlier in the session, his thought content is both coherent and logical. A kutatásait viszont a munkáját a sokkal jobban így megszállottja a munkájának. Aha. Oké. Ezt is. Hát ha egyszer nem szégyen, nem szégyen. Mindegy. Gyász. Bereavement az gyász. Aha, tehát a gyászával van gond. Valószínűleg az volt a gond, hogy ugye meghalt az édesanyja, és nem bírja feldolgozni ezt, és a gyászolás az, ami ráment az idegeire. Én nem tudom mi ez, de bemászunk a szellőzőbe, úgy látom. Ez is remek ötlet. Szerintem ez nem szellőző, ez valami egészen más. Hát nincs más kiút, úgyhogy erre megyünk. Mégsem akarunk a gyilkos után eredni, ugye? Na. Mielőtt Jamie-vel tovább mennénk, az már csak a következő részben lesz. Egyelőre úgy tűnik, hogy Charlie-val valami gebasz van, de mint említettem volt, nem láttuk meghalni, tehát nem láttuk szénné égni az ő testét, csak az, hogy nagyon-nagyon melege volt odalent a rács alatt. Illetve most megint szétváltak a fiatalok, mégre összejött az a négy megmaradt emberke. Most újra szétszette őket a ház, úgymond, mert bezáródtak a falak, illetve kinyíltak csapóajtók, és ezért most megint négyen mennek négy felé. De még mindenki életben van a csapatból, tehát az a négy fős fiatal csapat, akit elméletileg idehozott Charlie, ők még élnek. Charlie ön 50-50 eséllyel már halott, jó kicsit több legyen, 66% esélye annak, hogy halott, de ugye, mint mondtam, nem láttuk meghalni. Úgyhogy bármi történhet még vele. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a részben is, és nem sokára jön a folytatás. Sziasztok!